Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 27-én újra van egy portálnap. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energia mező, itt kinyílik egy ajtó, egy égi kapu a plejádok fele, egy spirituális területre. Ezen a napon van gyógyító erő is. Ezen a portál napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint, és hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a felvételben. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás tehát a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Szuzanna Milicsi. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ezek a hullámok vagy rezgések mindig 13 napig tartanak. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám, és ők úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét is hoz. Augusztus 27-e, ez a portál nap, az egyes hullámban van, ami jelent egy új kezdetet. Amikor megvan arra a lehetőségünk, hogy megvalósítsuk a terveinket, amikor már lépéseket tudunk tenni egy bizonyos irányba. Ez a portálnap, augusztus 27-e, ez a hetedik nap ebben az első hullámban, és ez jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, azt is, hogy lehetne ezt megvalósítani. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, érzelmek vannak, visszatér hozzád. A maja naptárban vannak szimbólumok, és ezen a napon, augusztus 27-én Manik uralkodik. Manik lefordítva egy kezet jelent, az utalat arra, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat és cselekedjünk, vagy vegyünk kezünkbe valamit és figyeljünk oda rá, mi fontos jelenleg. Az is lehet, hogy valaki nyújtja a kezét és segíteni akar, amit elfogadhatunk. A maja naptárban ez a kéz kék színű, tehát a kék szín játszik egy szerepet, és szimbolikusan jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát figyeljünk oda az érzelmeinkre, vagy tudjuk azt, fedezzük fel azt, hogy van egy belső forrás, ez a mi intuíciónk, és úgy cselekedjük, ahogy ez a belső hang sugallja számunkra. Összefoglalnám azt, hogy miről van szó ezen a portálnapon, ezen a szertartáson. Ennek van egy gyógyító ereje. Segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Cselekedjünk, legyen egy új kezdet, de figyeljünk oda az érzelmeinkre. Azon kívül lehet, hogy valaki gondol ránk, visszatér hozzánk, érzelmekről van szó, és ez a személy átnyújtja a kezét, és szimbolikusan ez azt jelenti, hogy segíteni akar, és ezt a segítséget el lehet fogadni, meg lehet benne bízni. Persze azt is jelenti ez az energia, ez a szertartás, hogy
saját magunk, vegyük kezünkbe a dolgokat és cselekedjünk. De ez legyen egy hangban a mi érzelmeinkkel, a vágyainkkal, az álmainkkal, az elképzeléseinkkel. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!